tartja még Bodó. Sietnie kell a Szegednek, Bombács, Cupara, és ez a védés. Lehet, hogy már elég lesz, de Bombács még lent marad a földön, Blagotinsek nekiugrik, elszabadulnak az indulatok. Visszanézik a... A Sipos lendítette a bal karját, azzal találta el fültövön Bombácsot, az nem volt szép. Meg fogják videózni. 32 másodperc van egyébként még az órán. Hát ezt most mondom neked, hogy ez piros lap lesz. Azt gondolom, ez nem kérdés. Bal kézzel lendítés. Fültövön vágta Bombácsot, és innen utána a sok-sok feszültség kijött a játékosokból. És a Sipos pontosan tudja a tettét, hiszen ő van, aki folyamatosan ott van Bombács mellett, és próbálja gyógyítani. Igen, próbálja kisebbíteni a bűnét. De a helyzet az, hogy Bombács a labdát már ellőtte, Cupara meg már kivédte, amikor a füles történt. Az ilyen szempontból egyébként mindegy. Itt a szándék a kérdés, vagy legalábbis a tett a kérdés. Nem a piros lapot vitatom én. Igen. Tehát a Sipos pirosa nem kérdés. El is ismerte. Viszont a labda így is úgy is a Veszprémé. Az sem kérdés. És ez a lényeg. Így van. Tehát ugye nyilvánvalóan 32 másodperc van hátra. Azt gondolom ez a meccs így már eldőlt. És hát Yahia, ugye az utolsó két gólt, aki lőtte, aki a második félidőben egészen elképesztő formajavuláson mutatott, és óriási tett bele a Veszprém győzelmébe. Most már Bombács sem bír magával.